Európeáda az őshonos európai kisebbségeknek a foci tornája, és a történetnek az érdekessége az, hogy ezt most már 12 éve az Európa bajnoksággal egy időben szervezik, és az idén ezt Dél-Tirol, mint címvédő szervezte, ugyanis van egy olyan szabály, hogy aki megnyeri a tornát, az szervezi. Az RMDS által összeállított erdélyi magyar válogatottnak idén volt először lehetősége, hogy kimenjen, tehát az első két kiadásról hiányzott az erdélyi magyar válogatott csapata, és hát én azt gondolom, így visszatekintve az eredményeket nézve, meg egyáltalán a játékot, a pályán való mozgást, meg úgy összességében a csapatot, hogy ez egy tisztességes eredmény, ugyanis 24 résztvevő csapatból mi a hetedikek lettünk, és ezt is azért megjegyzem zárójelben úgy, hogy a déltiroliak azért igazán húztak maguk fele, húztak hazafele, ez látszott mind a viráskodáson, mind az egyéb más hozzáálláson, de viszont a tapasztalatokról szólva nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy azért iszonyú sokat tanultunk, iszonyú sokat láttunk, például a sportolási lehetőségek, vagy a sportinfrastruktúra Dél-Tirolban nagyon fejlett, és azért az látszik a dél-tiroli válogatottól is, vagy akár a kisebb ladin közösségén is, aki végül is házigazdánk is volt, hogy van, ahonnan merítsenek tehetségeket. Hogyha a tapasztalatoknál vagyunk, én azt gondolom, hogy az mellett, hogy minden évben megszervezzük a sportolimpiát, a különböző sportágokban az erdélyi kupánkat, és nyilván ez a tömegsportnak a fejlesztését segíti elő. Ez mellett nekünk egyfajta rendszerben is kellene gondolkodjunk, egy olyan rendszert létrehozni itt Erdélyben, ami ezeket a futballklubokat, játékosokat, vezetőket és miért ne szurkolókat egy picit összehozza, és egyáltalán tudjunk azokról az eredményekről, amiket az Erdélyi Magyar Futballtársaság produkál. Én azt gondolom, hogy itt belépünk a versenysport területére, és akár a tömegsport, akár a versenysport szempontjából, ami a focit illeti, az lehet egy jövőkép, hogy a 4 év múlva újra megszervezendő Európeádán egy sokkal ütősebb csapattal tudunk részt venni. Honnan érkeztek csapatok? Mely országok kisebbségei, mely kisebbségek vettek részt? Mi törekedtünk arra, hogy Erdélyt minden régió képviselje, Székelyföldtől Partiumig és Közép-Erdélyig. Nem tudom, hogy más kisebbségek hogyan rakták össze a csapatokat. Az tény, hogy Európa szinte minden országában él őshonos kisebbség, és ezek a kisebbségek ott voltak. Tehát összesen 24 kisebbség képviseltette magát az idei Európában. Akár baszkok, akár Álland-szigetekről származók, akár németországi dánok. Franciaországi okcitánok, tehát ide beleértem a nyelvi kisebbségeket is, de hát a felvidéki magyarok, a szlovákiai magyarok, vagy magyarországi szlovákok, az oroszországi németek játszottunk is velük. Az Európeáda honlapján megvannak a kisebbségek, én most nem tudom ezt így felsorolni. Ki volt az erdélyi csapat edzője, és kik voltak a csapat tagjai? Amint mondtam, a csapat tagjai, azt törekedtünk arra, hogy Erdély minden régióját képviselje, hiszen az RMDS által összeállított válogatottnak azért ez lett volna egy hangsúlyos, hogy is mondjam, erőssége, hogy egész Erdélyt lefedve képviseljük. Néhány csengő nevet esetleg? A magyarságot. Hát csengő nevet lehet mondani, például Ványa Szabolcsot, aki a romániai futszál válogatott tagja, illetve hát maga az edző is, ugye Köncei Soma, ő Kolozsváron a Dribli FC-t vezeti, több gyerekkel dolgozik, több csoporttal dolgozik, és hát reméljük, épp egyébként azt is néztük, hogy nála most a legidősebb gyerekcsapat az U14-es, tehát a 14 év alattiak, ez azt jelenti, hogy 3 év múlva 17-18 évesen igencsak lehetősége van arra ezeknek a gyerekeknek, hogy részt vegyenek ebben a válogatóban.